Na, sziasztok, én Alex vagyok, és gondoltam, hogy erről már kéne egy videót csinálni, mert nagyon sok ember kérdezgeti, vagy Helpobba, vagy Ticketbe, vagy tőlem, kommentbe például, hogy mégis, Alex, melyik a legjobb? Miért ez a legjobb? Vagy miért az a legjobb? Ez jobb? Vagy nem jobb? A text az lehet a jobb? Szóval, csinálok egy videót, és elmagyarázom, hogy melyik a jobb, idézőjelbe. Elsőnek tisztázzuk le, nincs olyan, hogy jobb. Hiszen mind a három egy külön fajta dolog. Ugye most a Texas Minionról beszélünk, a Texas Hopperről és a Texas Ladáról. Egy hasonló dolog van köztük, hogy mindegyiknek igen Texas a neve, de azért Texas, mert elad valamit. Valahogy. Szóval, beszéljük meg. Mi a különbség ugye a három között, és hol érdemes használni, mi helyett például. Szóval, kezdjük a Texas Minionnal, mert az igazából a... hogy mondjam, az ahhoz tudsz a legkönnyebben hozzájutni. A Texas Minion lényegében olyan 15-20 másodpercenként nagyjából a körül adja el ugye a ládába lévő dolgokat. Tehát, ami van a ládába, azt neked eladja. Szóval, ugye ez már alapból elég gagyi lehet ahhoz képest, mert ugye ez csak 15 és 20 más. Ja, még meg a Texas Wand, ugye azt még elfelejtettem. Texas Wand ugye az a szó szerint a legegyszerűbb hozzájutni. Azt már Envoyból is tudsz szerezni. Az lényegében annyi, hogyha jobb klikkelsz egy ládára, eladja az összes mindent benne. Viszont ezt nem tudod mindig használni, ugye? Ez egy adott... Ez amit egy csákány el tud törni, ugye? Na mindegy. A lényeg, Texas Minion. Texas Minion 10-20 másodperc között adja el nagyjából a körül, nem tudom pontosan. Meg ez változik is, azért nem mondok pontos értéket, úgymond. Szóval itt van a statisztikák, van itt minden, és akkor tudod fejleszteni. Na mi van, ha fejleszted, ugye? Ezt se tudja sok ember. Hogyha fejleszted, akkor többért adja el a dolgokat. Viszont ugyanúgy sok idő, szóval ugyanannyi idő. Szóval idő az nem változik, csak hogy mennyiért adja el, ugye. Szóval én a Texas Minion-t igazából hát a legtöbb esetben ajánlom, hogyha van. Nyilván, hogyha másik Minion-t szeretné használni, mondjuk Assassin, akkor azt megértem, mert ugye azok hasznosabbak egy kicsit, mint ez a Texas Minion. De az elején jó, az elején nagyon jó. Jobb, mint a Wand, mert ugye végzi a munkádat, csak rakjál mögé egy eltető Minion-t, hogy ne halljon éhen, ugye. Szóval, második, a Texas Hopper, ugye, ezt is sok ember félreértett, amikor bejött, azt hitték, hogy ez jobb, mint a Texas Lada. Hát hogy lenne jobb? Itt is, hogy lenne jobb? Semmelyik nem jobb. Semmelyiknél, csak hogy az adott szituációban neked mi jobb igazából. Hogyha van egy nagyon nagy farmod, akkor nyilván nem fogsz használni Texas Minion-t, hiszen mire eladja a dolgokat, addig már megint tele lesz a láda, és lesz mondjuk 800 item fent, ugye. Szóval nem érdemes őt használni. Ő már egy kicsikét jobb. Na ő viszont már 5-10 másodperc között adja el a tárgyakat, ugye. Nem az egészet, hanem 64-esével. Ugye, mint egy hopper, szóval azért hopper. Felveszi és eladja 64-esével. Ugye Chunk Hoppernek a jobb változata. Szóval én ezt akkor tudom ajánlani. Ezt mindenképp használd, viszont akkor tudom főleg ajánlani, hogyha van sok Chunk Hoppered, és cseréld ki egyesével az összeset ilyenre. Szóval használj Chunk Hopper helyett ugye Texas változatot. Ez igazából egy tier változata, ez egy jobb megoldás. És sokkal jobban működik ezzel, mint a te sima Chunk, ugye. Ugyanúgy működik minden, de eladja. És a működés úgy értem, hogy jobban működik, hogy a farmba, ugye. Na. És elértünk ugye a Texas Ladához, hogy a Texas Lada az úgy működik, hogy kevesebb, mint egy másodperc alatt eladja az összes tárgyat, ami ide bekerül. Bárhogy be tudod rakni, szóval a Texas Minionnal... És a Texas Minionnal nem tudod berakni, ugye, mert az csak eladja. Na, Hopperrel, ugye, három közül valamelyik, vagy a sima, vagy a Chunk, vagy a Texas. És nagyjából még nem tudom, hogy lehetne berakni ebbe a ládába valamit, vagy gondolkozzak. Szerintem nem lehet egyébként máshogy belerakni, viszont kommentbe írjátok meg, hogyha máshogy gondoljátok. Én most így hirtelen nem tudok
másra gondolni, na mindegy. Igen, szóval a Texas Láda az mindenképp kell. Az mindenképp kell. Ugye nyilván jobb, hogyha vele használod, hiszen ő is adja közben a dolgokat, meg ő is. Szóval gyorsabban tud elfogyni ugye a cucc, viszont hogyha nincsen problémád ugye azzal, hogy ugye sok a tárgy fent a farmodnál, akkor igazából teljesen mindegy, de ez akkor jó ugye, hogyha tényleg nagyon sok minden van. Igen, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ezt már tisztázni szerettem volna. Igazából egy kicsit logikát beleraktuk, és már értitek, hogy mi a különbség, és hogy mit, hol lehet használni. Ajánlom a topposokat nézegetni igazából, hogy ők hogy használják, mivel nem hiába topposok. Szóval igen, ez a season lett volna egyébként, Silver Club season, gyertek fel játszani. 80-100 játékos az átlag, meg van még, amikor még 120-ra is felmegy. Én ezzel teljesen meg vagyok elégedve, mert legalább nincs egész nap tele a szerver végre, szóval... Én mondtam is, hogy kinyírlak titeket, hogyha ezt a szervet is telerakjátok. Silver Club ugyanúgy tele van, szóval... De már nem annyira, szóval nem várkoznak olyan sokan, ez a jó. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Nyomjatok egy lájkot, egy jó pacsit, hogyha szeretnétek még több videót. És mit tudom én, akár ötletet is, hogy miről szeretnétek, mit magyarázzak el, ha valami nem tiszta. Szóval igen, na, sziasztok!